Mivel tud egy új bolt vevőkört teremteni magának? Hát azzal, ha olyan árut tud a polcaira elhelyezni, amelyiket a másik üzletben a vevők nem találnak meg. Hogy jött a gondolat, hogy cipőboltot nyit Szekszárd központjába? Hát úgy, hogy magam is szeretem az elegáns, csinos cipőket, és ebbe a városban mindig gondot okozott magamnak is a cipővásárlás, és úgy gondoltam, hogy nyilván ezzel sokan mások is így vannak. Mennyiben tud nagyobb választékot adni, mint az állami boltok? Hát annyiban, hogy meg tudok találni olyan lehetőségeket, ami kicsi üzemek, meg magáncipőkészítők az állami üzletek ezekhez nem mehetnek el. Én elmehetek mindenhova, megyek is sokat. Mi a trükkje a magánkereskedelemnek? Az állami kereskedelemmel szemben az, hogy meg kell becsülni a vásárlókat. Mit forgalmaz? Használt és új bútorokat, bazárjelleg, lakástextil, porcelán és festmény, ha jön. Milyenek az első tapasztalatok? Hát az első tapasztalatok inkább nézelődő, kevésbé forgalom, de bízunk benne, hogy forgalom is lesz. A régi baktai borozó helyén nyílt egy koktélbár. Miben különbözik ez a többi vendéglátóhelytől? Hát nem is tudom, a szekszárdi fiataloknak egy szimulált szórakozási lehetőséget, vagy szórakozóját teremteni próbáltunk meg ezzel minimális árakkal, már amennyire lehet, magas színvonalon. Milyen különlegességekkel várjátok azokat itt, akik hát eljönnek? Mindenfajta standard koktélt készítünk, de bármit, hozott alapanyagból is bármit, hajlandók vagyunk megcsinálni. Ami mindenkinek jól esik, azt lehet csinálni, amit akar, ami a másikat nem bántja, mindent lehet. Azért vagyunk, még azért van ez a bár is. Gyümölcs alapanyagok, kevés alkoholtartalommal, 8-10 fajta üdítővel a fiataloknak is engedése állunk. Felnőtt korosztályt is szívesen várjuk mindenkinek, aki igényesen, normálisan jól akar érezni magát. Minimális anyagi hozzájárulással. Milyen nyitvatartással dolgoztok? Első lépésre próbálkozunk ilyen non-stop, hát úgy non-stop az egész éjszak, délután 4-től, de már déltől itt vagyunk, hajnali 4-5-ig, hát eddig mi volt rá igény, nem zárunk be egy nap se, ami megy, addig csináljuk, próbáljuk, egy kicsit felrázni ezt a lelassú vendéglátást Szekszárdról.